Ma reggel három magyar tőzsdei cég is közzétette gyors jelentését. A Magyar Telekom és a MOL esetében egyértelmű a pozitív tendencia. A Richternél jobban a számok közé kell mennünk, hogy láthassuk a pozitív folyamatokat. Ugyan az üzemi eredmény és a nettó profit is jelentősen elmaradt a várakozástól, de hogyha az eladási számokat nézzük, meglephet minket, hogy az orosz értékesítések az elmúlt negyedévben nem csökkentek, hanem éppen hogy nőttek egy kicsit. Latin-Amerikában, az Egyesült Államokban, és főképpen, ami nagyon fontos, az európai 15 országaiban is pozitív a tendencia. A Richter esetében elsősorban enyhe negatív mozgást várhatunk, de a nap folyamán a sajtókonferencia, illetve a délután elkövetkező elemzői meeting pozitív meglepetéseket is tartogathat a számunkra. Tegnap a Richter partnere, az Actavis közölte, hogy mind az ESMIA, mind a Cariprazinnal kapcsolatban jól haladnak a dolgok, és nincsen késésről szó. Hogyha a MOL számait figyeljük, akkor éves összevetésben még mindig nagyon gyenge az EBITDA és a kitermelési szám is. De negyedéves szinten már javulást láthatunk, ez elsősorban a finomítói szegmensnek köszönhető, amely rekord teljesítményt ért el. Ennek oka a Brent-urál különbözet javulása és a termékárések növekedése. A MOL szempontjából pozitív tényező, hogy az eladósodottság még mindig nagyon jó tartományban van, de negatívan kell látni, hogy az olajár esése miatt a kitermelési szegmens várhatóan a jövőben is esni fog. A prírodnyi plin gázüzletek továbbra is lefelé húzza a társaság teljesítményét. Az egyszeri tételek és a kiváló eredmény miatt azt gondoljuk, hogy a MOL jól teljesíthet a nyitásban. Végül a Telekom szolid, de jó eredményeket közölt. Továbbra is csökkennek a bevételek, de az elemzők már annak is örülnek, hogy a mobil szegmensben élénkülés látszik, és a magyarországi eladási számok jól alakultak. Nem ilyen szerencsés a helyzet Makedóniában és Montenegróban, itt a turizmus visszaesése és az erősödő verseny miatt a Magyar Telekomnak nehéz helyzettel kell szembesülnie. A számok rendben vannak, az elemzők itt arra fognak figyelni, hogy az eladósodottsági ráta hogyan alakul majd a következő negyedévekben, hiszen ettől függ a Magyar Telekom legfontosabb tényezője, az osztalékhányad.